Csütörtökön két versenyprogramot láthatott a zsűri és a közönség. Míg délután Csurka István Megmaradni című drámájának tapsolhattak a nézők az Udvari Kamara Színház előadásában, este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata lépett színpadra. Oleg és Vladimir Presznyakov Csónak, avagy előttünk az Özönvíz című színjátékát Bocsárdi László vitte színre, aki a közelmúltban a Kaposvári Országos Színházi Találkozón a legjobb rendező díját nyerte el. A mű egy modern Noé történet. Jón, az előadás középkorú főszereplője, egyáltalán nem hőstípus, nincs világ megváltó szándéka, sőt jobban érzi magát az átlagos, szürke hétköznapokban, mint a kiélezett helyzetekben. Amikor azonban egy boltban kiválasztottá válik, jobb ötlet és lehetőség hiány felvállalja küldetését. A humorban és váratlan fordulatokban gazdag vígjátékban egy középkorú férfi útját követhetjük nyomon, amint a világ vége küszöbén próbálja menteni magát, és mindazt, ami neki még számíthat valamit. A szöveg nagyon jó szerintem, dramaturgiailag is, de a tartalma is nagyon erős, igazi kortárs mű. Annál is inkább izgalmas, hogy oroszországiak, akik írták, mert két testvér írta, és emiatt nagyon összetett, ellentmondásos, ambivalens, naív és ugyanakkor durva, tehát egy ízig-vérig jó szöveg. Bocsárdi László, a rendező, úgy véli, a társulat is nagyon szereti ezt a filmes jegyeket hordozó előadást, amelyet a márciusi Marosvásárhelyi bemutatót követően most először játszanak más helyszínen. Az előadás is olyan, ami túlmutat a színházon, jó értelemben, tehát felrázza az embert, és talán növeli az érzékenységét azok iránt, a dolgok iránt, amelyek körülvesznek, és amelyek nagyon zavarosak, ellenmondásosak, és nagyon nehéz tisztán látni. A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja szombaton zárul. A szakmai zsűri díjait a záróünnepségen adják majd át a legjobbaknak. A díjkiosztó után a közönség Molnár Ferenc 1-2-3, az Ibolya című művét láthatja a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójában.